A világot váratlanul érte az orosz-ukrán háború kitörése, és főleg az a hatalmas meglepetés, hogy az ukránok ennyi ideig kitartanak. A mai videóban a két hadban álló ország haderejét hasonlítjuk össze. Kérlek, tartsatok velem! Oroszország miniszterelnöke Vlagyimir Putyin, Ukrajna miniszterelnöke Volodimir Zelenszkij. Oroszország területe 17,1 millió négyzetkilométer. Ukrajna területe valamivel nagyobb, mint 603 000 négyzetkilométer. Oroszország népessége 142 millió fő. Ukrajna népessége 44 millió fő. Oroszország védelmi költségvetése 154 milliárd dollár. Ukrajnáé 11 milliárd dollár. Az orosz haderő a világon a második legerősebb. Az ukránok a 22-ek. Oroszországban 850 000 fő katona szolgál. Ukrajnában 200 000 fő. Oroszországban 250 000 fő tartalékos katona van. Ukrajnában szintén 250 000 fő. Oroszországban hadra fogható emberek száma 46 millió fő. Ukrajnában 15 millió fő. Oroszországban összesen 4173 katonai repülőgép van. Ukrajnában 318 darab. Oroszországnak 772 darab vadászrepülőgépe van. Ukrajnának csak 69. Oroszország szállító repülőgépeinek száma 445 darab. Ukrajna szállítógépei száma 32. Oroszország kiképző repülőgépei száma 522 darab. Ukrajna kiképzőgépei száma 71. Oroszországban 1543 helikopter van. Ukrajnában 112. Oroszországban 544 támadó helikopter van. Ukrajnában 34. Oroszországban 12420 harckocsi van. Ukrajnában 2596. Oroszországban 30112 darab páncélozott jármű van. Ukrajnában 12303. Oroszországban 6574 önjáró tüzérség van. Ukrajnában 1067. Oroszországban a vontatott tüzérség száma 7571, Ukrajnában pedig 2040 darab. Oroszországban 3391 rakétavető jármű van. Ukrajnában 490. Oroszország tengeralattjárói száma 70 darab. Ukrajnának nincs ilyen. Oroszország rombolói száma 15 darab. Ukrajnának nincs. Orosz fregattok száma 11 darab. Ukránoknak 1 darab. Orosz korvettek száma 86 darab. Az ukránoknak 1 van belőle. Orosz járőrhajók száma 59, ukránoknak 13 darab. Atomfegyverekből az oroszoknak 6490 darab van, ukránoknak nincs ilyen. Mint láthatjátok ti is, az oroszok minden fegyverben döntő fölényben vannak. Ennek ellenére az ukránok kitartanak a végsőkig. Hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége, azt senki sem tudja pontosan. Reménykedjük abban, hogy a felek a vitás kérdéseiket inkább tárgyalásos úton rendezik, és helyreállítják a békét mihamarabb. Remélem tetszett ez a videó, és legközelebb is velem tartasz. Ne felejts el feliratkozni, és a harangra is bökj rá, hogy értesítést kapj a legújabb feltöltéseimről. Hamarosan újabb videóval jövök, addig is sziasztok!